Elkészülni, raj! A hagyományokhoz hűen diáktűzoltók mutatták be tudásukat. Idén 12 csapat vett részt a megmérettetésen. Azt gondolom, hogy régi időket idézi a részvétel. Nagyon örülünk, hogy újra hatalmas létszámban érkeznek a csapatok. A mai nap programja az az, hogy először egy elméleti tesztet töltenek ki a csapatok, majd pedig talán a látványosabb része a versenynek, amikor kint a gyakorlatban is megmutathatják tudásukat. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kezdetektől részt vesz a szervezésben, valamint felkészíti a diákokat a versenyre. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy idén is részt vett a Borszéki Tűzoltóság és az ottani általános iskola, amit úgy tudtunk megcsinálni, hogy a múlt héten ők már ugye itt voltak, ideutaztak, amit a katasztrófa védelemmel és az iskolával közösen úgy tudtuk megszervezni, hogy online élő adásban leversenyeztek a gyerekek, és ahogy ők itt a Bonyhádiak megkapták a feladatsort, abban a pillanatban ugye e-mailben elküldtük, ott is egy bekamerázott teremben fogják végezni a feladatsornak a kitöltését, tehát az írásbelit, és azt is meg fogjuk kapni egy meghatározott időn belül, és remélem, hogy ezzel nekik is örömet tudtunk szerezni azzal, hogy mégis ugye 750 kilométert utaztak ide, és hogy így is részt tudtak venni a versenyben. A gyakorlati feladat során a tűzcsapra való szerelést mutatták be. Ami 2 darab B-sugárral, egy osztóval és 2 darab osztott sugárral történik. A gyerekeknek célt nem kell leküzdeni, nem csak egy bójáig kell elérni, akkor van az óra megállítása, amikor mindkét sugárcsőből a víz megjelenik. Az egyesület elnöke ismertette a játék szabályait. A dobogó az 2x2 méteres, a dobogóról ugye semmiféleképpen nem lóghatnak le az eszközök, és a kapcsok közé mindenképpen egy papírlapnak legalább be kell férni. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek összekapcsolva a dolgok, hanem a gyerekeknek kell ezt is megoldani, és úgy kihúzni. Idén 3 bonyhádi csapat mérettette meg magát.